Rengetegen érkeztek piros pólókban reggel az Erzsébet térre. Itt kezdődött a Szívvilágnapja alkalmából szervezett rendezvény. Köszöntöm a kedves fiatalokat, a diákokat, akik Kanizsa szívét rajzolták ide elénk. Köszöntőjében Dénes Sándor polgármester arról beszélt, hogy a szív egészségének megőrzéséhez fontos a helyes táplálkozás és a mindennapos mozgás. A testedzés a programból sem hiányzott, a résztvevők közösen tornáztak a város főterén. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Élj a szíved szerint, ez a mottoja a Nagykanizsai Szívbetegekért Egyesületnek. A szervezet elnöke kiemelte, hogy a szív védelméhez a stressz helyzetek elkerülése is fontos. Mindig arra legyen a cél, hogy a saját magunk kis egészsége, a saját magunk életvitele, az legyen fontos számunkra, mert bizony körülöttünk azért nagyon-nagyon nehéz a társadalom maga, a beilleszkedés, akár iskolákba, akár felnőttek között. Ezért én nekem az elvem és a mottom, hogy mindenki először önmagára gondoljon, így megvédheti önmagát, egészségét. A szív- és érrendszeri betegségek a vezető halálokok között vannak Magyarországon. Éppen ezért dr. Kisjós Balázs, a Kanizsai Dorottya kórház főorvosa is a rendezvény és az információhoz jutás lehetőségének fontosságát hangsúlyozta. Balogh László szerint pedig a fiatalok megszólítása is elengedhetetlen. Azért jók ezek az ilyen emlékeztető napok. Egy kicsit lehet, hogy túlzásos a játékosságuk, viszont a mai gyerekek, diákok, fiatalok szeretik a performance-ot, és ezért tudnak kapcsolódni így módon talán hatékonyabban. A rendezvény szervező egyesületet a Család és Gyermekjóléti Központ is segíti. Látjuk azt az élni akarást és azt az élet igenlését, az élet örömet, amit a szívbetegek hordoznak magukban. Most a szívbetegek világnapján pedig, vagy a szívvilágnapján a gyerekeknek a részvétele, ennél nagyobb prevenció nincsen. A résztvevők egy hatalmas szívet formáltak piros lufikból a város szívében. Majd a program a HSMK-ban folytatódott, ahol ismeretterjesztő előadások, kóstolók és bemutatók vártak minden érdeklődőt.